savanyú zalai kerekrépás csülökkel és aprós habarással. Egész vasárnap délelőtt készültek a bogrács ételek a nagymezőn. Sertés, marha, de vadhús is adott alapot az étkeknek. A csapatoknál nem hiányozhatott a jó ketchup. Mindenki saját recept alapján főzött a legjobb tudása szerint. Az országból 13 civil szervezet, illetve baráti társaság gyűlt össze, hogy megmérettesse magát a főzőversenyen. A Gyenes-Gyási Főzőegyesületnek a tagjai vagyunk. Érdekesség, hogy az ország minden részéből vagyunk itt, amikor ilyen rendezvények vannak, meg egyébként is minden évben indulunk ezen a főzőversenyen. Többnyire sikerrel, majd meglátjuk az idei, hogy lesz. Most egy, mivel Zalába vagyunk, egy göcsei vörösboros, áfonyás szarvaspörköltet készítettünk. A szervező Forrásvíz Természetbarát Egyesület idén lett 25 éves. Az elmúlt negyed évszázadban számos rendezvényt valósítottak már meg a térségben. Eleinte a források védelmére helyezték a hangsúlyt, azóta sokkal szélesebb skálán mozog feladatkörük. A rügyfakadás tavaszünnep középpontjában mindig a környezetvédelem áll. Az elmúlt években többek között gyűjtöttek a balatongyöröki mandulafák pótlására, tanösvények rendbetételére, vagy éppen az erdei tornapálya felújítására. A sor számos projekttel folytatódott. Állítottunk bálványos regősprést, akkor a Keszthelyi-hegység túraútvonalait hoztuk létre, illetve tartott karban, akkor János forrásnak a újraöltöztetése, Keszthelyi-hegység forrásainak a felmérése, vizeinek a vizsgálata, úgy néhányat, amit említeni tudok. Jenesdiás klímatudatos település, számos díjjal jutalmazták már a nagyközséget. A környezetvédelmi szemléletformálás fontos az önkormányzatnak is, civil szervezeteik pedig partnerek ennek megvalósításában. Sok olyan értéket teremtettek a közösségünk számára, amelyből az önkormányzat nyert. Talán nyer a fenntarthatóság, nyer a földvédelme, és nyerünk mi is, és az unokáink, akiknek, hogyha elültetik azt a fát, hiszen ilyenre is sor került az előző időszakban, mandulafa, diófa ültetésére, akkor azt hiszem, hogy az az érték, az becsülni való érték, és a jövő számára utánpótlást ad a környezetudatosság jegyében. Idén a turista útvonalak felújítására gyűjtöttek a rendezvényen. A Családbarát Fesztiválon minden korosztálynak szerveztek programot. Bemutatót tartottak a Gyöngyógyító falu tagjai és a huszárok is. A gyermekeknek koncerttel, játékokkal, földnapi vetélkedővel, a családoknak és baráti társaságoknak túrázással színesítették a napot.